Üdvözlök itt mindenkit Gamehalom királyságába, ez itt a Bannerlord, én pedig Attila vagyok, hogyha esetleg nem ismernétek még, ami eléggé valószínűtlen. Minden esetre, hogyha nem iratkoztatok fel, iratkozzatok fel, mert általánosságban észrevettem, hogy a YouTube csinál olyanokat, hogy titokban leiratkoztatja az embereket, illetve titokban észrevettem, hogy olyan csatornákra vagyok feliratkozva, akikre így egyáltalán nem tudtam, hogy kik azok. Minden esetre figyeljetek, az a helyzet, hogy nem nagyon játszottam ezzel a játékkal, nagyon ilyen minimális mennyiségűt, hiába mondtam azt, hogy majd fogok. Ellenben viszont az a minimális mennyiségű, az itt a Smithingben történt, és készítettem ilyeneket. Most nem tudom, hogy ebből tudunk-e... Jó, tudunk készíteni, van minden nyerságunk. Mindjárt megértitek, hogy miért szeretném ezt elkészíteni. Egyrészt két dolog miatt. Az egyik, hogyha minden igaz... 3700 sebzés. Sebzése, pénze, értéke. Szóval elég jó pénzért el lehet adni. Egyrészt, másrészt... Tehát ez a, ennek az ütéshez le tud szedni embereket a lóról. Wow. És akkor valaki mondta nekem, hogy gyalogság nem jó lovasság ellen. Hát, hogyha ilyen fegyverekkel vannak felszerelve, akkor lehet, hogy igen. Jó, az tier 5-ös fegyver, tehát, hogy... Ami elég durva egyébként, hogy tier 5-ös fegyvert tudok készíteni. Mindenesetre nézzétek, mennyi pénzt hoz. Megtaláltam az ilyen aranytojó... tyúkomat, olyan arany tojás tojó tyúkomat. Mindegy, minden esetre nem ez a célom igazából a kovácsolással, ezt csak azért csinálgatom, hogy tudjátok, hogy gyakoroljak. Illetve addig is legalább a vazalusaink erősödnek meg mindenféle hasonló. Mivel nem úgy alakul, hogy sok időm lesz ezzel a játékkal játszani most a napokban, sajnos, egyelőre. Főképp egyébként mindig szoktam mondani, hogy az embernek arra nincs ideje, amire nem akar szánni, és ez szerintem most is teljesen igaz itt. Ha a Bannerlorddal akarnék foglalkozni, akkor több időm lenne rá. Ellenben viszont mással szeretnék foglalkozni, ne haragudjatok, tudom, hogy szeretitek ezt a játékot, meg ezt a videósorozatot. Elfogyott a fa. Nem baj. Viszont úgy alakul, hogy vannak más játékok, amiket beszeretnék fejezni a sorozatjukat. Nagyon nem akartak haladni ugyanúgy. Mindegy, a lényeg az, hogy sajnos így alakul mostanában. Illetve most olyan nyugisabb időszakunk van, szóval igazából, ha teljesen őszinték akarunk lenni, én itt most nem tudom, hogy mit kéne csináljunk ahhoz, hogy jobban legyünk. Ha... Így záródik le ez a, nem a sorozat, ez a videó, hogy még mindig itt, ez kifoglalja. Hogy még mindig így nagyjából így tudjátok, így béke van, nem vagyunk támadás alatt. Akkor írjátok meg ötleteiteket a komment szekcióba, hogy akkor mit csinálhatnánk. Ameddig nem tör ki egyszer csak egy háború, mert amúgy ki fog törni egy háború. Annyira jó. Annyira jó, mikor a királyságom saját tagjai, azok megvédik a saját falujukat. Yes. Szóval azt is csinálhatnánk, hogy hadat üzenünk. Egy darab városunk van. Ezt tök jó lett volna elfoglalni. Az egy nagyon nagy luft, hogy azt nem tettük. Az a baj... mennyi lázadás van. Viszont nem is itt nézzük, szóval, hogyha itt nézzük diplomácián belül, akkor itt jobban átlátjuk. Ők most nincsenek háborúban. Sturgia sincs háborúban. Ki van így körülöttünk még, aki potenciálisan lehetne? Battaniát el tudjuk verni voltaképpen. Indítsunk háborút? Mit gondoltok róla? Úgy mutatja, mintha már háborúban lennénk ellenük. Ne kérdezzétek miért. Itt clearly nem vagyunk ott. Illetve láthatjuk egyértelműen, hogy nem vörös az ászlójuk. Viszont... voltak éppen el tudjuk verni őket, hogyha nagyon szeretnénk. Az a kérdés, hogy akarjuk ezt. Menjünk, kémkedjünk egy picikét. Meg akarom nézni, hogy a városaiknak a védelme hogy áll. Mert erőben ugyanazon a szinten vannak, mint mi. Jó, még mielőtt mennénk az öt
Vlandia háborút hirdetett ellenünk. Nem! Ezek az idióták akarnak Vlandiára háborút hirdetni. No! Nem! Aláírátják a halálos ítéletünket. Storno srácok, ne írjatok semmit a komment szekcióba. Megtámadtuk a legerősebb kibaszott országot a mappon. Yes! Yes! Oké? Okay. Akkor... nem lehetne békét kötni veletek? 340 tribútot fizetünk? De miért? Figyelj már! Nem is írja ott, hogy háborúban vagyunk. Ja, de itt jelzi, hogy háborúban vagyunk. Vlandiával békénk van. Nem történt meg, vagy mi történt? Hogy várjatok, leszavaztuk? Tehát az volt a tanács döntése, mi megfogtuk azt, hello, sziasztok, le lett szavazva? Én azt hittem, hogy ha megszavazzák, akkor hello, szia, el van döntve. De nagyon úgy tűnik. Nagyon úgy tűnik, hogy mint király leszavaztuk a döntést. Hála az égnek. Azt képzeljétek el, ha neki mentünk volna háromszor akkora, meg háromszor olyan erős. Háromszor akkora? A faszt háromszor akkora. 8-9-szer akkora országnak neki mentünk volna. Nagyon kellemetlen lett volna. Mivel nem tudom, hogy lesz még csatánk, így harcunk, ezért... Mi történik itt? Ja, a Grizzly itt van, igen, őket már meg akartuk szüntetni. Eckhard a Brave megy ide. Zira az íjászunk, nem? Nem ő. Combat movement, infantry... De ő az íjászunk, neki vannak ranger izéi, akkor miért oda lett ő úgy belakva? Ő viszont egyedül sima infantry. Grizzly pedig, ha jól emlékszem, neki adtam már egy lovat. Nem tudok így rád menni valahol. Ezt nagyon egyszerűen meg tudom nézni. Aha, van lova. Így, akkor bevesszük ide a lovassághoz, hogy jöjjön velünk. Sötét van. Szóval, mivel ez lesz talán az egyetlen tényleges ütközetünk ebben a játékban, hát nem mint hogy olyan sokan lennének igazából voltak éppen. De figyeljetek! Kiket küldtem előre? De jöttök errefelé, hát rátok küldöm lovasságot, hát ne vicceljetek már. Na, nagyon jönni akartok. Úgyne. Ezt meg is beszéltük. Hát az íjászok igazából lőnek. Szerintem beküldjük oda a gyalogságot. A lovasságot meg hátra küldöm, azt tudom, pihenjenek picikét. Lovas íjászaitok? Lovas íjászaitok vannak. Nem baj. Kapják a mi íjászainktól is. Illetve... Hello! Megjöttem én is. Le tudnám darálni őket, csak játszogatok igazából. Voltak éppen nem kéne, de értitek. Azért csinálom, hogy egy picit élvezzek egy ütközetet, mert ki tudja, hogy ebben a videóban, vagy a következő 6 millió videóban, mikor fogunk játszani ténylegesen. Nem lehet elsietni ezt a háborút. Gondoljatok bele, hogyha a Vlandiának háborút hirdettünk volna, az fájt volna. Ezt megérezte volna mindenki. Hopp, földre zuhant. Hát mi van ott? Zovas leesett a lóról, azt hátulról piszkálja a gyalogságomat? Azt lehetett volna szebben is ezt a parancsot megadni. Egyszerűen fogom azt mindenkinek kinyomom, hogy oké, támadás, a lovasság beérkezik. Azt nem tudom, srácok, hogy el fogjuk-e vinni odáig, hogy
hogy a birodalmunk ilyen világuralom legyen. Mert engem végtelenül untat és zavar az, amikor arról szól a játék, hogy folyamatosan hadat hirdetnek, és előről kezdjük folyamatosan a csatákat. Tehát az engem végtelenül tud idegesíteni. Azt az 55-öt, azt már nem fogjuk lenyomni, tehát azt nem játszom le, csak egy automatát rányomunk, hogy csakoroljanak az embereink. Úgyne. Gyakorlatozás. És na nézzük, hogy akkor itt mi van. 200 fő, hát ezt mi is elfoglaljuk. Nézzünk meg mást is. Nézzük meg még ezt a kastélyt. Mert ez megint egy jó kis határ plusz lenne. Két plusz terület. Odaadhatnánk két vazallusnak. 553. Ebben már van létszám. Arra is van egy kastélyuk, azt nem akarom. Ezt a várost nézzük meg. Meg azt az erődöt. 932. Jó, ez 296. Jó, azt a kastélyt azt el tudjuk szedni. Hát az, hogy utána össze tudunk-e hozni egy ekkora sereget, hogy ezt elverjük, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezt mondjuk számítsuk most 200-nak, akkor a mi 200-unkhoz az 400, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1000, 1240. Nagyjából. És akkor az egész seregünket visszük magunkkal. Akkor inkább azt a kastélyt kéne elfoglalni, ott 500 fő van. Ott nem kell felemelni az 1100 főt, hanem akkor el tudunk vinni mondjuk 700-at. 750 valahogy így, és akkor azzal. Figyeljetek, én amondom, ezt bejolózom. És megnézzük, mi lesz belőle. Készítünk egy ilyen mentéssorozatot, és aztán utána elindítom ezt a háborút. Már ha támogatják a vazallusaim. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ezt támogatják. 100% hozzáállással. Adjunk nekik, hopp. Mindenki. Aha, jó, az én döntésem. Dönt. Most el tudtam olvasgatni. Tehát, hogyha mint uralkodó, én tudok úgy dönteni, hogy oké, ez így lesz. Oké, balanszolt. Elsősorban... Szeretném a kisebb seregeket. Amiatt a kisebb seregeket, mert ők kevésbé esélyes, hogy el tudnak bánni egy csapattal önállóan. És akkor, hogyha velünk jönnek, akkor van esélyük, úgymond. Így ezeket az embereket? Vagy Break School-t hagyjuk? Nem akarnám létrehozni újra a csapatát, hogyha elveszítjük, és őt be tudjuk hozni influence nélkül. Ez mennyi? Ez 130, 140 mondjuk. 240, 340, 450. Nem kell ennyi, őt levesszük. Így. Mert magamat nem számoltam hozzá, tehát mondjuk úgy most van 400, mondjuk 1, 2, 3, 4 és fél, 5, 6, 7, ez olyan 700 fő. Így, ezt elindítjuk. Hát nem tudom, mekkora sereg, 228, hát nekünk sincsenek sok embereink ott védekezni. Ellenben viszont jövünk is ide. Megpróbáljuk beostromolni, és amint... Vagy előtte próbáljuk meg szétverni a csapataikat? Gifor Army. Létrehozott ő is sereget. Ezt megint elfelejtettem, hogy melyik mit csinál. Abszolút sose fogom megjegyezni, srácok. Abszolút sose fogom megjegyezni, nem baj. Onagerekkel kezdjük. Az biztos. Jobb, érkeznek így. Apra, rá is ugrottak ott. Nehogy már elmozduljál onnan, hát ne. Mit képzelsz magadról? Úgyné, 700 ember. Jön még valaki?
Nem, ennyi, 700 fő. 750-et számoltam, azt hiszem. 127-en vannak. Hű, hát ez még rosszabb, mint amire számítottak. Meg amire mi számítottunk, hogy ez... Ez könnyebb, mint amire számítottunk. Fogadok azért, mert benn voltak seregeik, és ahogy ugye telt az idők, kiléptek onnan. Hát ez tök, ez easy. Ezt le tudjuk ostromolni egy pillanat alatt. Az a kérdés, hogy addig ők csinálnak-e valamit. Hopp, ki. Rovarian. Állítsd már meg, hát nem hiszlek el. Rovarian. Egy klám volt, vagy mi történt? Ja, ez egy klán lesz. Egy klán háborút hirdetett ellenünk. De nem félek tőle egyelőre. Ó, de jó. Nem figyeltem. Nagy esélye megsemmisítették. Ó, nem. Oké, ez is reserve-be. Szerintetek vannak annyian, hogy ránk jöjjenek? Szerintem nincsenek. Hopp, ott egy-két dolgunkat elkezdték fosztogatni. Nem baj, ameddig fosztogatnak, addig nincs baj. Előbb ezt a várost ugye, vagy erődöt foglaljuk el, és akkor utána majd visszamegyünk védekezni. Ez az erőd. Igazából, ha csak egy területet foglalunk már, az nagyon jó előrelépés. Na, gyerünk. Jó. Nem néz ki túl jól. Pláne, hogy nem a izét dobálja. Na azért most kilőtték. Ezt cancel-elhetjük. Menjen egy trebuchet helyette. De jöttek a másik sereggel is. Srácok, direkt nem hoztalak magammal titeket. Ezt mindjárt csak szent trúpolom. Nem is fogom szerintem lejátszani. Tök felesleges lenne, sőt lehet még többet is veszítenénk. Egy falat üssünk be, azt utána beküldöm az embereket. Jó. Úgyne. Igen, itt mindenki jöhet, prisonerok nem érdekelnek minket. Úgy, nem. Devastate, pillage, show mercy. Hát ők nem mercyk. Jó, azt hiszem csak pillage-et fogunk csinálni. Mert ahogy nézem, az nem fogja piszkálni az embereinket. Illetve akkor... Aha, ide jövünk, ide be kéne raknunk embereket. Hát figyeljetek, nem egy nagy létszám, de amondó vagyok, most így kezdésképpen jó lesz nekik. Maradunk itt, egy picit pihenünk. Úgy, és most megyünk. Mit akartok? Owner of Warcheg. Hát ezt, srácok, ezt szeretném megtartani. Igen. Fölveszünk még egy vazalus, tök jó lesz, hogy van egy erőd, amit adhatok nekik. Igen. Igen. Nem. Nem tudom, miért akarnám odaadni nektek. Mennyien vannak? 407-en? Ja, de majd gondolom, hogy jönnek kifele, akkor majd az változni fog. Van Garrison. Igen, 58 fő van jó formán bent, hát ezt el tudják foglalni, igen, csak könnyen, hogyha nagyon akarják. Szerintem menjünk tovább. Nem tudom, hogy vannak-e valahol így létszámmal, vagy mit csinálnak, de hogyha ezt a flintolgot még el tudnánk foglalni, ez tök jó lenne.
500-an védik. De jó lenne, hogyha ide jönne a másik sereg is. Aha, most bementek. Varcsek fellázadt. Mikor mentettünk utoljára? Már nem azért, mintha úgy nagyon tudjátok, értitek, tehát... Mi lenne, hogyha nem lázadna föl két nappal azután, hogy elfoglalom? És beállít 300 fő katonát, az úgy nagyjából nem túl szórakoztató. Szóval a háború előtt. Az. Prima. Na itt vagyunk újra. Most újra megvan a város. Kibbe kell mennünk, Garrison. Jó, már most kerültek be azért emberek. Őket raktam be, őt raktam be, meg innen egy csomó ember tőlük. Így. Aztán itt nagyjából annyian vannak, amennyien kell, hogy legyenek. Na szóval. Hogy sikerült ez a lázadás, Osdi? Tehát itt a lojalitás. High risk of rebellion. Akkor csak szimplán várnom kellett volna bent itt. Nem mehetek csak úgy el. Jó, ki vagy te? Nem fogadjuk el, akárki is vagy. Ki lesz? Varcseg? Enyém lesz Varcseg. Most könnyebben vertem el őket, illetve nem üzent hadat nekünk. Semmilyen random klám. Gifor, gyerünk! Intézd el őket! Rostrom alá veszi? Nem, tovább mentek. Lehet hagynom kéne őket, csak csinálják a dolgukat. És betámogatni a csapatokat ott, ahol kell. Gyanúk lojalitásra még mindig nagyon lázadnának. Jó, ti 100-an vagytok, ti mehettek. Break school is olyan nagyjából 100-an van, a többiek viszont velem maradnak. Így nem. Mert hát, ha így tudjátok, az lesz, hogy nem verik el őket, illetve a többiek meg a nagyobb csapatokkal mozognak, azok tudnak segíteni ott a másik seregnek. Vagy ott a városoknak, amiket éppen fosztogatnak. Még itt ezt megvárjuk, mert nem akarom, hogy fellázadjanak. Itt milyen kultúrával vannak ezen a területen vajon? Sturgiai kultúra. Ez tök jó. Ez baj ezekkel a helytartós ilyen társkarakteresdikkel. Fel kéne vennem valakit ide akkor. Mi történt? Senát? Do you want to resolve Senate decision? All lords have a formal role of on the council. Tier 3-os klánok kapnak 0,5 influence per nap, és 10%-kal többe kerül a befolyás, hogyha seregbe akarsz hívni kisebb szintű klánokat. Hát mindenki ezt akarja, szóval tudjátok mit? Hozzuk be a szenátust! Mert megyünk át ténylegesen izébe. Kíváncsi vagyok, hogy 10 darab foglyunk van, az kemény. Elég sok embert elkaptunk. Kíváncsi vagyok, hogy akkor a döntésem még mindig felülírja-e vajon a döntéseiket. Nem adunk embert. Na most már talán a lojalitás van olyan magas szinten, hogy ne zuhanjon lejjebb. Ne lázadjanak fel. Tudjátok mit? Stop waiting, mentünk egyet. És nem is tudom. Smithbe, hogyha bemegyünk, itt tudunk ilyeneket csinálni. Úgy, ez tök jó. És szerintem most lévelünk. Mennyien vannak? 72 védő van. Hát meglátjuk, figyeljetek, hogy akkor most fellázadnak-e. Remélem nem. Hoppá, ott egy 188 fős sereg. Hát már megyek is rád. Micsoda ütközet lesz ebből. It's been a while. Hello.
Hú, milyen jóban vagyunk. Nem akarsz csatlakozni hozzánk? Nem beszélek erről, ameddig seregben vagyok. Hát akkor figyelj, akkor az helyzet, hogy el foglak verni. Aztán majd lehet, hogy a rabszolgám vagy, akkor majd beszélünk erről. Ti nagyon ügyesek vagytok, de utálom átállítgatni azt, hogy ki mit vezet. Szóval tudjátok, mi gyertek mindannyian lovasságba, és csak szolgáljatok közvetlenül engem. Majd én vezetem a seregeiteket. Mennyien vannak? Ha, vannak egy páran. Gyertek utánam. Innen a dombról fogjuk az íjászokkal küldeni őket. Hű, ez egy gyönyörű hely. Ez egy gyönyörű hely az íjászoknak. Húzni. Gyalogság oda lentre. Lovasság oda. Sőt, menjünk kodébb. Ők is oda fölfele mennek. Viszont 6 darab íjászuk van. Szóval alapvetőleg az én 144 íjászommal azért elég rendesen el kéne, hogy szórjam őket. Gyertek, srác! Sőt, loose formation! Gyerünk! De gyorsak vagytok. Azt hiszem speed up-ot adtunk a gyalogságnak, érződik. Érződik a mozgás sebességük. Infantry! Make a shield wall! Soldiers! Most előre, hogy? Infantry! Forward! Jó, jó. Ez jó lesz, innen az íjászok nagyon fognak tudni lőni. Szerintem az összes lő. Kívül azok, akik talán olyan kis szintűek. Őt ott nem tudom, ő pont hátul lenne, és nem látna rájuk. Kicsit menjetek előrébb. Mondjuk elég sokat hallok, elég sok lövés, szóval. Repülnek páran. Ó, gyönyörű. A számszerű íjászok is lőnek, csak újra kell tölteniük. Így, de szórják. Na nézzük, a gyalogságunk hogy áll. Hű, milyen kattanások vannak. Sok nyilvessző. Gyalogsággal engage-elünk. Lovassággal. Csinálunk egy megkerülési taktikát. Hopp, valakit lecsaptunk. Azt, micsodát sebzett. De ezt szerintem végeztünk. Lovassággal hamarabb kellett volna elindulnom így mögéjük. Innen erről a hegyről kellett volna irányítanom a gyalogságot, és akkor a lovasságot meg ide küldeni mögéjük. Az se lett volna probléma, hogyha a lovasságomba belerohan az ő lovasságuk. Így is úgyis elverték volna. Ez meghalt. Ha még valaki ott van, még egy. Gyerünk mindenki! Jó. Ami fejlődött. Taktika. Na, te a prisonerom leszel. Gyere csak. Foglyokat vigyünk. Vigyünk foglyokat, hát ha befolyásol valamit. Nagyon minimális mennyiséget befolyásol, azt tudom. Úgyne. És ide fogjuk vinni Epikroteába. Viszont, amit meg akarok nézni, hogyha mi beszélünk vele, rá tudjuk-e venni, hogy álljon át? Nem. Ameddig rabságban van, addig nem tudok. Mit akartam csinálni? Ja, jó. Nem nyomtam semmire, csak... Ott egy oldalon harc...
Ja, nem. Összeverekedett a banditákkal a battaniai sereg, és közben itt áll mellette Nikaszor, vazallusunk, és várja, mi lesz belőle. Mekkora arca, hogy megvárta, hogy befejezzék. Hát ezzel figyeljetek, szerintem eléggé elkaptunk elég sok hadvezért, meg elég nagy csapatokat. Kár, hogy nem írja, hogy mennyi vazalusból kaptunk el mennyit. Értitek? Tehát ez a 12 fogoly, ez most így mennyiből? Mennyi emberük van vajon? Friends. Ne is őt mutasd. Így. Members, de az a baj, hogy nekik még van emberük. Tehát például azt se látom, akivel 60 a kapcsolatom. De egy átjövünk ide, ledobjuk a foglyokat. Csú, van egy csomó fogoly itt amúgy is. Lol. Ledobjuk a foglyokat? Nem, eladjuk a foglyokat. Ő mondjuk nem így. Csinálhatjuk mondjuk így is, csak arra kell figyelni, hogy ne rájuk ne nyomjunk. Sőt, így, és akkor őket vissza. Úgy né, illetve keep dungeon prisoners. 22 fog. Jesus Christ. Hát itt aztán most eladunk egy párat. Felszabadítjuk őket, rend 38 000. Mindenki átti meg vissza, 34 ezer ezek mind. Az kemény. Trade, igen. Itt ezek mehetnek. És valaki fejlődött. Én fejlődtem, az én rógrőm fejlődött. Ez tök jó. 10-zel több fogjunk lehet, vagy 20%-kal több pénzt kapunk a rabokért. Ez nem lett volna rossz most. Főleg amiatt, mert ez nagyjából olyan 60 ezeret jelent. Nem baj. Nem baj. Előfordul, hogy ilyenekkel találkozunk, ezért kellene gyakrabban menteni, csak hát... Igen, maradjunk annyiból, hogy nem teszem meg. Ahelyett, hogy itt vagyunk, helyette inkább menjünk át a másik városba, amit most foglaltunk el, vagy nézzünk rá az itteni városokra. Hopp, mi történik? And he need guidance! Állj már meg, játékidő, nem hiszem el, időnket rányomok, és itt nem történik meg. 2 éves lett a gyerekünk! És valami kell neki. Azt mondják, azt mondják, hogy ránk ütött, de miben? Ilyen kitartásban, ilyen ravaszságban, vagy socialben? Social egész jó. A cunning is egész jó. Endurance is egész jó. Hogyha én azt mondom, hogy legyen mondjuk cunning, anyucitom mit tud örökölni? Tud endurance-t vagy cunning-et? Jó, akkor anyucitól a kitartást örökölte. És közben vigor és kontroll képessége is növekedtek. Az intelligenciája az nem nagyon, tehát így a gyerekek között tudjátok, egy buta, szegényke, illetve a beszédkészsége se túl jó, de hogyha kell, akkor el tudja lopni azt a pörköltet. Tehát oda megy, és így meghúzza. És hát van elég kitartás benne, kontroll, meg erő ahhoz, hogy ne kapják el utána. De befejeztük. Ő csak az egyik gyerekünk viszont. Van rajta kívül egy másik is. Neki, amikor ez felugrott, akkor azt hiszem külön játszogattam. Mess with us. Azt néztem. Hát ők megadták magukat. Akkor innentől kezdve. Kár, hogy nem tudok úgy dönteni, hogy egyszerűen fogom, azt kivégzem őket. Azt nézem, hogy Vlandia szerintem háborúzik Sturgia ellen. Igen. És van.
Sturgia háborúzik Vlandiával, és Asra is háborúzik velük. Battaniával tudunk békét kötni, és nulla izébe kerül. Vagy nulla, senki nem támogatja, de nem kerül pénzbe se. Valamiért a birodalomnak megfizetnünk kell. Logika az nulla ebben a játékban a diplomácia szempontjából. Olyan bugyuta a diplomácia. Nézzük meg. Ti mit csináltok ott? Ostromolnak. Nem nálunk lázadtak föl, nem. Itt rengeteg van, akit elintézhetnénk. És be is tudunk menni támogatni ezt az ostromot. Azt a 100 főt, azt jó lenne elkapni. Jó, figyeljetek, szerintem ezzel elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem, jól szórakoztatok. A következő részben folytatjuk ezt a Battania elleni háborút. És jó, minden jól megy, szerintem azt az erődöt még el tudjuk csattolni tőlük. Illetve, hogyha nagyon kitartóak vagyunk, talán még többet is, tehát nem csak azt az erődöt. Ó, Fenagan. Szerencsétlen barátom. Úgy sajnálom. Beküldjük a trúpokat. Küldjük be a trúpokat, 4-szeres túlerőnk van. Ja. És elhozzuk a foglyokat is. Menni akarok sietni oda, hogy támogassuk a társunkat az erőt foglalásban. Na, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és csatlakozzatok hozzánk legközelebb, és azt a 89-et is elkapom. Sziasztok!